Akkor folytatjuk is, és az ünneplést, az ortodoxia vasárnapja, az ikonok napja alkalmából, és az informálódást is már szóltál valamennyit a havanai találkozóról. Van-e esetleg, amit még hozzátennél, esetlegesen a hatásai, ugye eszébe jut az embernek ilyenkor, hogy például az ukrajnai görögkatolikusság helyzete, vagy egyáltalán, hogy az identitásnak a kérdése is egy esetleges Adja Isten teljes egység milyen következményekkel jár, jár-e valamilyen következmények? Ott van neked rajta. Ja igen, akkor engem lehet hallani. Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást és a kérdést is. Azt elárulom, hogy a görögkatolikus papi listán nagyon hamar megjelent a nyilatkozatnak az a része, azt is elárom, Janka Feri volt az, aki fölfigyelt rá és körbe küldte, hogy a nyilatkozatban, közös nyilatkozatban szerepel, hogy bár a uniatizmus, vagyis ahogyan a görögkatolikusság létrejött, hogy egyes egyházmegyék, egyházkerületek, csoportok áttérnek az ortodoxiából a katolikusságba, egyesülnek Rómával, ez nem gyógyító és nem célra vezető útja az egységnek. Mindazonáltal a történelmileg létrejött keleti ritusú katolikus egyháznak megvan a létjogosultsága. Ez óriási jelentőségű, hogy ezt kimondta egy keleti egyház vezetője. Az az igazság, hogy majdnem ezekkel a szavakkal egy jó másfél évvel ezelőtt ezt a nyilatkozatot mi tettük az európai görögkatolikus püspököknek a testülete, ahol Ukrajnában voltunk éppen akkor, és akkor nekem egy kicsit furcsának tűnt, hogy ezt úgy bizonygatni kell, hogy nekünk szabad létezni. Kicsit megalázónak is tűnt. És most is talán olyan furcsa, hogy mi ennek örülünk, hogy hú, de jó, kimondhatták, hogy létezhetünk. De azért mégis el kell ismerni, hogy ez nagyon nagy szó, mert roppant fájdalmasan kellett tapasztalnunk évtizedeken át, hogy sokan úgy gondolták a keleti egyház felől, hogy mi nem létezhetünk. És amikor erre megvolt az eszközük, egyes egyházi vezetőknek, akkor ezzel is érték, tehát eltörölték a görögkatolikus egyházat Ukrajnában, Romániában, Szlovákiában, Bulgáriában, és kivéve nálunk Magyarországon, ez nem történt meg a görögkatolikusság egyházának a görögkatolikus egyház eltörlése, és aztán újra élet a kommunizmus összeomlása, a berlini fal leomlása után, meglepő jelenség, hogy Ukrajnában egyszerre csak kiderült, hogy milliók mégis a görög katolikusok. Azért ez óriási dolog volt, és hát ez óriási sok hatással bírt sokak számára, hogy akkor honnan tűnt elő 40 év, meg 70 év elnyomatás után egyszer csak ez az óriási görög katolikusság. És azóta a görög katolikusság fejlődik. Ennek itt Magyarországon is egy kicsit a kicsiben érezhetjük a nyomait, hogy mi is metropóliává lettünk. Tehát a magyarországi görögkatolikusság fejlődésének itthon érzékelhető nyoma jele ez, hogy három egyházmegye született, pedig hát ez elképzelhetetlen volt egy évszázadon keresztül, és mégis megérkezett. Tehát a történelem ura nagyon érdekes meglepetéseket hoz, és ilyennek érzem én is ezt a mostani találkozót. Nem ismerem a háttér tárgyalásoknak a menetét. Lehet, hogy ez publikus, csak én nem figyeltem föl rá.
Én arra gondoltam, hogy ez egy véletlen ötlet alapján, hogy éppen arra járt Ferenc pápa is, éppen a közelben tartózkodott Kirill, és akkor valakinek eszébe jutott, miért ne találkozunk? Na jó, akkor találkozunk. Szóval szerintem ez valahogy így jött. Dacára annak, hogy évtizedeken keresztül folytak tárgyalások, próbálkozások. Magyarország nagyon esélyes lett volna arra, hogy itt történjen meg a találkozás, még Alexi pátriárka alatt is, II. János pápával, és azóta is reménykedtünk, hogy hát hogyha. Na de mindegy, lényeg az, hogy megtörtént ez a mostani találkozás. Persze túl nagy reményeket sem szabad fűzni hozzá, hiszen ugye Kirill pátriárka az orosz egyháznak a vezetője, és nem az egész ortodoxiának a vezetője. Mint ahogyan nyilván Bartolomeosz pátriárka is a görög egyháznak az egyházfője. Mint ez közismert, a keleti egyházban nincs egy vezető, egy hierarchának a csúcsán lévő, a hierarchiának a csúcsán lévő egy személy. Ezért aztán a maga az egység az még hosszú időn át tart, de ugyanennek az egység keresésnek a nagyon fontos és történelmi, óriási távlatokat nyitó eseménye a pánortodox zsinat, amely szintén úgy tűnik, hogy ebben az esztendőben megvalósul. Tehát ez az év úgy tűnik, hogy nagy dolgokat hoz. Ha egy kicsit azt nézzük most még maradva ennél a témánál, hogy ez a nagy változás az orosz ortodoxia és Róma között, hogy már korábban Konstantinápoly és Róma között. Hol vannak olyan területek, amiért még nagyon buzgón továbbra is imádkozzunk, hogy ezek az első nagy omlások, falleomlások történjenek? Gondolok arra, hogy ugye a kopt egyházban most is, ha valaki ott egy kopt, egy katolikus összeházasodik, akkor a katolikust előbb megkeresztelik, és hasonlóképpen a görög egyháznál is vannak ilyen, ha valaki elmegy Athoszra, és ott esetleg tagja kíván lenni egy közösségnek, ha elfogadják, de nem volt megkeresztelve a saját ritusuk szerint, akkor újra keresztelik, beviszik a tengerbe. Szóval, hogy látod ezt, hogy milyen irányba vigyük tovább az imáinkat fokozott erővel? Hát én azt szoktam mondani, hogy nem kell tanácsokat adni a Jóistennek, hogy itt segítsen, ott segítsen, fölhívom figyelmét, hogy oda jobban irányítsd a kegyelmet. És nem gondolom, hogy úgy nagy általánosságban ide vagy oda irányítsuk az imánkat. Egészen más az, amikor valaki mondjuk személyesen érintett, mondjuk a román helyzetben. Romániában is egészen jó volt katolikus ortodox és a görög katolikusságnak is a jelen együtt léte viszonylagosan, és egy nagyon sajnálatos esemény eredményeképpen, ami pár évvel ezelőtt történt, amikor azt hittük, hogy hú, ez most majd milyen jó lesz, az történt, azt hiszem, Temesváron, hogy az ortodox metropolita részt vett egy görög katolikus szertartáson, ami egyébként nem ritka, tehát egymás szertartásain részt vesznek, bár vannak olyan egészen szélsőséges nézetek is, hogy még nem is szabad együtt imádkozni, ilyenek is vannak, de ez Romániában azért nem volt így, és teljesen fölkészületlenül, váratlanul, mindenki meglepetésére ott az az ortodox metropolita megáldozott. És akkor úgy ezen nagyon sokan meghökkentek, a katolikusok, görögkatolikusok éppen úgy. Nagy baj volt abból, hogy hirtelen akkor ennek hatalmas nagy újongással szerte hirdették, hogy milyen nagy dolog történt, és erre aztán visszahőköltek a többi egyházi vezetők, és akkor megint egy óriási nagy elhidegülés történt. Szóval a csuda se tudja, hogy miért kell imádkozni, és mi történjen, és mi nem. Ugyanígy a politikai óriási fordulat, hát újjonghattunk, hogy összeomlott a kommunizmus, és egy év leforgás alatt teljesen átrendeződött a világunk, és ennek az eredménye lett az, hogy az ortodox és a katolikus párbeszéd hirtelen megfagyott.
Szóval erre mondom, hogy nem nagyon kell ötleteket adni a Jóistennek, bízunk ő rá, hanem mi magunk, a magunk körében kell, hogy tanúságot tegyünk az egységre, az egységre való készségünkre, mondjuk a másiknak a megismerésére, mert sok esetben ez nagyon-nagyon hiányzik, és ezzel kezdtem ezt a gondolatot, ha valahol érintettség van, mondjuk akár Románián keresztül, vagy a koptokon keresztül, ugye nekem is van ismerősöm az egyik monostorban, tehát akkor inkább a személyért, vagy azért a helyzetért természetesen az ember buzgóban imádkozik. Így tudom megválaszolni ezt a kérdést. Mint hogy a falakat Krisztus családjában nem az Isten emelte, hanem mi, és hát ha nem is magunkban bízva az ő segítségében, de azért nekünk is van feladatunk azoknak a falaknak a bontásában, én csak erre gondoltam, amikor nem tippeket adni a Jóistennek. Nézzünk, milyen témáról beszélnél szívesen? Van még, nem akarok visszaélni, van egy fél óránk még biztosan. Hogy osszuk be az időt? Van-e olyan téma, amiről szívesen szólnál a saját házunk tájáról, a magyar-görög katolikussággal kapcsolatosan, illetve van-e valakinek kérdése konkrétan, amire esetleg kíváncsi lenne? Ha van ilyen, akkor kérem, hogy jelezze valamilyen módon, hát, hogy nekem van kérdésem. Sokkal inkább szívesen válaszolok a kérdésekre, hogyha van adódik. Úgy látszik, itt minden világos. Nézzük, akkor nálad vagy. Én még kicsit várok azért, hát hogyha van. Hadd kanyarodjunk el egy picit akkor a Kárpát-medencén kívüli magyar görög katolikusságra. Ez talán kevésbé ismert sokak számára, hogy milyen virágzó magyar görög katolikus egyházközségek voltak Észak-Amerikában. És ahogy te is jártál, és ott találkoztunk is ott a Szent Erzsébet templomban, és látogattuk együtt az ukrán püspököt is, és nagy meglepetéssel fedeztük föl belépve, hogy a fogadóban ott a magyar szentek ikonjai ott vannak, hogy kerültek oda. Hát az egyik ugye elbontott, a Windsori elbontott görög katolikus templomnak az ikonjai, és hát minden anyaga oda került. És aztán ugye ott kezdeményeztük, hogy majd valamilyen módon jöjjön haza, ami csak lehet, igen, és lehessen menni ki kutatni a magyar görög katolikusság észak-amerikai történetét, és jelentős előrelépések történtek. Hogyan is áll ez az egész most, hogy fölmérése annak, hogy mi, hol mi van, hogyan megy a kinti ilyen anyagoknak, a archív anyagoknak is a elérhetővé tétele? Ez a közös látogatásunknak az eredménye az volt, akkor én elkértem ezeket az ikonokat, és azok már meg is kaptuk, és itthon vannak Magyarországon. És akkor úgy gondoltam, hogy ez néhány éve meg is érkezett, ez a két, vagy négy gyönyörű szép nagy ikon, nagyon szépen megfestett ikonok, hogy majd valamilyen püspöki fogadóban én is valahol elhelyezem. És akkor még nem gondoltam, hogy ez a metropóliának a kápolnája lesz. Most már, hogy Debrecen kapta meg a metropóliának a székhelyét, így aztán ott fogunk építeni irodát, és abban egy szép kápolnát szeretnénk kialakítani. A tervek már alakuló félben vannak, és ott lesz ez a négy ikon. Hát maga a tudományos fölmérésről nem nagyon tudok mit mondani. Maga a története gyönyörű, szép, bár a vége felé járunk, úgy tűnik, és az meg inkább szomorú. Tudnélik, amikor a 20-as évektől kezdve, vagy talán már a háború után hamar elkezdtek nagy tömegben kimenni magyarok, mindenféle vallásúak, akkor az egyik legfontosabb megtartó erő a vallás volt, az egyházhoz tartozás. És az ottani településeken gyakorlatilag telepeket hoztak létre, új falvakat, új kisvárosokat hoztak létre, vagy mezőgazdasági munkából, vagy bányászatból éltek meg.
és minden felekezet épített magának templomot. A rómaiak egy római templomot, a protestánsok protestáns templomot, görögkatolikusok görögkatolikus templomot, és ez nagyon sok helyen ma is így van. Viszont a második, harmadik nemzedék, most már többedik nemzedék még erősen tartotta a magyarságát, de ma már alig-alig találjuk meg őket. Ennek persze nagyon sok összetevője van, nyilván átalakult teljesen ott az ipari társadalom is, mezőgazdaság és egyebek, tehát amik annak idején virágzó telepek voltak, városok, azok elvesztették jelentőségüket, elköltöztek onnan, főleg a fiatalok költöztek el, idősek ott maradtak. Itt látom, hogy József atya is itt van, aki az Egyesült Államokból érkezett, őt is köszöntjük szeretettel. Tehát, és csoportokban már csak néhány egyházközség van, így a windsori egyházközségnek is a templomát azért kellett eladni, mert hát elfogytak onnan a magyarok. Sok esetben folytatódott a hit, de már nem mint magyar egyházközség, hanem kanadai vagy amerikai egyházközségként folytatódott. Talán Pittsburghben láttam azt, de József atya esetleg ki tud javítani, egy templomot, ahol egy görögkatolikus, amerikai görögkatolikus egyházközség, elég nagy temploma van, a pappal is beszélgettünk, hát angolul beszélgettünk, a szertartások angolul folynak, és a csillár nem más, mint a magyar koronának a elkészített mása. Hát nagyon meglepődtem, és hát kiderült, hogy az is magyar alapítású közösség, és még a pap a föltámadt Krisztus el tudta énekelni magyarul. De az ottaniakat kértük meg, hogy ez ne vesszen el, és elindult ez a folyamat, amire rákérdeztél, de ennek a részleteit nem tudom, nem ismerem. Ugye Angyalatya Kortlandon angolul végzi a magyar katolikus liturgiát. Én személyes életemben az elmúlt fél évben nagyon sok ponton találkoztam a görög katolikussággal, és ez meglepett. Először augusztusban, amikor a Regnum vezetői találkozón Fülöp atya adott elő, aztán jártam Sajó Pál falán, ahol egy szép építkezést láttam, aztán a Panágiában Jézus imát lehet tanulni. Itt a Párbeszédházában egy egész sorozat van most itt a Nagybőjtben, hogy halljunk felületek, és hogy mik a hangsúlyai annak a növekedésnek, ami ezzel a metropóliává erősödéssel itt előttük van, és hogy hova helyeződne ez az ifjúság felé, a párbeszéd felé. Ez a kérdésem, hogy hol vannak a hangsúlyok a jövőben. Bevallom, hogy én csak csodálkozom, hogy mi ez a nagy növekedés, és a metropólia is meglepetésként ért bennünket. Jól lehet természetesen hosszú időn át, ahogy az elődöm is már sok mindent próbált ezért tenni, és én is, amit lehetett, de azért nagy ajándék volt. Csodaként éltük meg. Éppen a tavalyi esztendőben, amikor a Mária Pócsi kegyképet körülhordoztuk az országban, ennek az időszerűsége pedig az alkalma az volt, hogy a Mária Pócsi kegykép, a másolat, először könnyezett 300 évvel ezelőtt, és erre aztán egy ilyen tricentenáriumi évet rendeztünk. Talán emiatt is jelenhettünk meg többször is a médiában, nem tudom. De valóban az, hogy az Egyetemes Egyház és Ferenc pápa is úgy látta, hogy ez a fejlődés elérte azt a fokát, azt a pontját, hogy mondjuk a metropólia létrejöjjön három püspökkel, illetve két püspök és egy apostoli kormányzóval vezessük az egyházat. Ez azért annak letagadhatatlan jele a fejlődésnek, amin én mondom, ámulok. Legfőképpen annak a felelősségét érzem, hogy ez nehogy csak, hogy mondjam, üres épületek emelkedése legyen. Mert a látványos dolgokat könnyű megcsinálni, és
az a nagyon erős szándékom, lelkiismereti kérdésem, hogy figyeljünk oda arra, hogy mindez a lelki tartalom növekedését hozza magával. Abban én nagyon hiszek, hogy görögkatolikus egyházunknak különleges hivatása van. Ezt már egyébként II. János Pál pápa megfogalmazta az Orientale Lumen kezdetű apostoli buzításában, hogy a keleti katolikusoknak különleges feladata az, hogy mindaz, ami keletnek a kincse gazdagsága, azt a lehető leghitelesebben éljék meg, és ezzel gazdagítsák a katolikus egyházat. Tehát ez nekünk nagy feladatunk, hogy rátaláljunk a magunk hitelességére, vagy erősítsük meg azt. És hát, minthogy ez a Szentatyától és a egyház vezetésétől jövő feladat, ezért ezt különös feladatnak, mint feladat végzésnek is tekintem én magam is, de a belső meggyőződésem is ez, hogy azzal, hogy mi ilyen ózsdiak, maradiak vagyunk, ilyen ásatak dolgokat szedünk mindig elő, ezzel a mai világnak föl tudunk mutatni valami olyan kincset, amely hiányzik belőle, amely hihetetlen sebességgel változik, már 3-4 éves dolgok öregnek számítanak, legalábbis a technika világában mindenképpen. Már alig van érzékünk a múlt kincseire, értékelni az elmúlt dolgokat. Nagyon érdekes, hogy egyfajta, hogy mondjam, vágyakozás van a régi dolgok iránt, és ez úgy jelenik meg, hogy mondjuk ami régies, az drágább. A bútorokat régiesítik a bútorokat, és akkor az eladható drágábban. Érdekes jelenség, és nagyon örülök, hogy itt ilyen ikont egyáltalán nem is látok, van, amikor az ikonokat régiesítik. El is magyarázta nekem egy ikonfestő, hogy ezt hogy csinálják. A vászonra festik az ikont, szépen megfestik, és mielőtt rögzítenék, összetörik. És ilyen repedezetté válik az ikon, és akkor úgy tűnik, hogy ez 300 éves. És akkor nagyobb az értéke. Nos, ez nem. Ez nem viszi előre az életet, ez nem közvetíti a múltnak az értékeit egyáltalán, csak arra jelzés, hogy valami fogékonyságunk, valami érzékenységünk mégiscsak van arra, hogy talán a régiek tudtak valamit. Na most mi, akik nagyon sok szempontból, mondom, ilyen maradiak vagyunk, egyre tudatosabbá szeretném tenni egyházunkon belül ezeknek a régi, ősi, több százados, vagy esetleg egészen a ókeresztény egyházra visszamenő elemeket, hagyományokat, hagyományvilágot. És úgy látom, hogy a fiatalok erre fogékonyak. Tehát amikor mi ifjúsági rendezvényt szervezünk, akkor ezeket a hosszú szertartásokat is eléjük tárjuk. Nem kötelező, mert nem mindenkiben van meg erre a fogékonyság. Ma éppen egy szép hosszú püspöki liturgia volt Máriapócson, és egy család jött oda, fiatal lányok is ott voltak közöttük, és akkor hát elkezdtem beszélgetni, na, hosszú volt a liturgia? Hát hosszú. Tehát nem mindenkinek egyformán van meg erre a fogékonysága, de azért ez nem azt jelenti, hogy jaj, nehogy megsértsük ezeket a fiatalokat, és akkor rövidítsük le, egyszerűsítsük. Volt egy olyan időszak, amikor próbáltunk mindent egyszerűsíteni. Ezt a csúnya szót mondom, mert csúnya maga a törekvés is, szimplifikálni. És ez nem jó. Ez látszólag könnyebben elérhetővé teszi ezeket a dolgokat, nem terheli meg annyira az embereket, mert nem olyan hosszú a szertartás, és így tovább, de nagyon lényeges dolgok vesznek el, vészhetnek el eközben a szimplifikáció közben. És úgy éreztem, hogy azzal, hogy én magam, aki szerzetesként ennek a csodálatos világában nőttem bele, kötelességem, hogy ezt továbbadjam. Na most azért ez nem könnyű, nem lehet senkire se ráerőltetni ezt a világot.
de képviselnünk kell, meg kell élnünk. És az a célom, hogy egyre többet imádkozzunk. Nagyon-nagyon gyönyörű szép imádságokat tár elénk a keleti egyház, amelyeket már-már elfelejtettünk, mi görögkatolikusok is, és most örülök annak, hogy ezek az imacsoportok vagy közösségek egyre többen vannak, akikben megvan erre az igény. Próbálom segíteni őket, tanítani, olyan kiadványokat készítünk, liturgikus könyveket, amely egyszerűvé teszi, elérhetővé teszi ezeket a kiadványokat, illetve az imádságokat, bocsánat. Na most, hogy mi a fő irány? Hát ez hogy mindezt lélekkel töltsük meg, és ez aztán mindenütt ott van. Nyilván a ifjúságpasztorációban ott van, a családról mindjárt akkor mondok egy pár szót, az egyházközségi életnél, a papképzésben, a hivatásgondozásban, és hát gyakorlatilag az egyházunk minden területén. Na most van most egy kibontakozni induló folyamat az egyházunkban, és ez a szinódusnak az eredménye. Azzal, hogy én, mint metropolita meghívást kaptam a szinódusra, és részt vehettem rajta, személyes élményt kaptam arról, hogy itt jelentős változásra van szükség az egyházban, a család szempontjából. Mert így fogalmazódott meg ott a közös gondolkodás eredményeképpen, hogy persze azt nagyon látjuk, hogy a család milyen nagy bajban van, hát erről a kérdőívek bárhonnan jöttek, persze főleg a nyugati világból, ilyen értelemben, hogy hát szétesik a család, nem házasodnak, a válások száma növekszik, nincsen gyermekvállalás, és így tovább. Nagyon jól ismerik ezeket a súlyos gondokat. De azért csak részlegesen próbáltuk kezelni az egyházon belül ezt a kérdést. És ki kell mondani, hogy az egyházat valakik nagy erővel támadják, a családot támadják, szét akarják verni. És senki más nem fogja megmenteni, mint az egyház, amelyik szintén a családra épül, és ezért az egyházi életünknek a szemléletében egy jelentős változásra van szükség. Ezt próbáljuk most megtalálni, megfogalmazni, mégpedig ezzel a szinodális szemlélettel, tehát nem csak úgy, hogy néhány lelkipásztorkodásban jeles személy, pap vagy civil összeül, és akkor egy új lelkipásztori tervet készít. Nem tudom, hogy mi lesz ennek az eredménye. Szeretnénk egy olyan folyamatot elindítani a görögkatolikus egyházunkban, amelyben minél több embert megszólítva, kicsit a pápa nyomdokaiban járva, nem annyira kérdőívekkel, hanem más módon megtalálva a módját annak, hogy közösen alakítsuk ki, hogy az egyházunk hogyan tud olyan lelkipásztori életet, olyan egyházi életet kialakítani, amely a családokra épül. Csak egy apró dolgot mondok, azzal, hogy van diákmise, meg szagos mise, meg esti mise, tehát, hogy egy vasárnap mondjuk kicsit szét vannak ezek darabolódva, gyakorlatilag az egyházunk is családellenessé vált. Mert nem arra késztetjük a családot, hogy együtt vegyen részt a Szent Liturgián, hanem mindenki megtalálja a neki kedvezőbbet. És a családban pedig nincsen egyház élmény emiatt. Nem tudom a megoldást, de nagyon bízom abban, hogy ezzel a közös kereséssel tudunk előre lépni annak érdekében, hogy a család mint egység tudjon az egyház vérkeringésig bekapcsolódni. Na hát... Tegnap este, vagy délután Pál Ferinek volt egy előadása egy emelettel itt lejjebb, mindjárt egy ilyen zengő meditáció után, és neki a témája volt ugye a választás, döntés, elköteleződés, és nagyon érdekesen vezette föl annak a jelentőségét, hogy ha törik, ha szakad, valaki a vasárnapot templomban is tölti és megszenteli, részt vesz a vasárnapi szentmisén, hogy ez mennyire fontos része annak, hogy tehát a szokás, a megtartó erő, hogy
hogy tényleg megmaradjon a jó úton. Na most, régebben voltak ilyen családi liturgiák, most nem csak arra gondolok, hogy együtt vannak a liturgián, vagy a szentmisén a családok, alapvetően fontos nyilván, hanem arra, hogy a családi otthonban, tehát gondolok ilyesmire, hogy egy házi oltár, egy szentkép, az esküvői feszület, a kicsit szertartásosabb imádság az étkezés előtt, után, az esti imádságok, esetleg közös szentírás olvasás, más alkalmakra is együtt elmenni, vecsernyére, majd ez egy másik, ilyen, hogy azt hiszem jön vissza a vecserni a görögkatolikus egyházban. Tehát, hogy más olyan alkalmak is, amikor a család közösen tud menni. Így hirtelen rákérdezve jutnak eszedbe a görögkatolikus családi élet mindennapjaiból ilyen vallási szokások? Hát inkább arról beszélnek, ugyanezt a gondolatot fölelevenítve, hogy milyen ezen a vonalon tudunk nagyon sokat tenni annak érdekében, hogy a családokat vonjuk be. Azt nem tudom mondani, hogy a görögkatolikus családok jobban együtt járnának a szentmisére, mint mondjuk a római katolikus családok. Ezt nem tudom. Sok esetben az is még mindig előnyünk, hogy falusi közösségek élnek, vannak erős falusi közösségek, és azért ott a hagyományvilág az, hogy a gyerekek is elmennek a templomba, a fiatalok, azért még erős, de csak erre nem építhetünk, hiszen ez a része is hát nagyon, nagyon felbomlóban van. Viszont pontosan erről van szó, hadd mondjak egy egészen apró dolgot. Az, hogy irányban imádkozunk. Tehát a keleti egyháznak egy sajátosság, hogy irányba imádkozunk. Keleti irányba imádkozunk. A templom keletelve van, ha belépek a templomba, akkor az oltár az kelet felé van. És a pap az oltár felé néz. És mindnyájan... Itt is ütetted, ez is kelet felé. Így van, akkor nem jobb. És ez magában nem is keleti sajátosság, hanem azért tűnik keleti sajátosságnak, mert ezt jobban megőriztük az egyháznak az ősi hagyományát. Na most, ha a családokban is kialakul az irányba imádkozás, tehát nem csak a kisasztal köré térdepelünk, leülünk, a kisgyerek az ölembe, és akkor beszélgetünk, kezünket egymás megfogjuk és imádkozunk, gyertyát gyújtunk, ez is persze nagyon-nagyon szép és nagyon jó. De hogyha kialakítjuk a családban, az otthonunkban azt, hogy van egy ikon sarok, van egy fő ikon, ott azelőtt egy mécses van, vagy úgy van elhelyezve az ikonok, hogy gyertyát ott lehet gyújtani, és a család a gyermekekkel, több ilyen családhoz mentem már imádkozni, szoktam így lopni szeretett morzsákat, hogy meglátogatok családokat, gyerekes családokat, és akkor egy kicsit a család imádságot is próbálom titkon vezetni, irányítani ebbe az irányba. De sok olyan helyen voltam, hogy akkor ott van az ikonok, akkor odaáll az édesapa, édesanyja, és akkor odajönnek a gyerekek, és az ikon felé imádkozunk. Na most, hogyha a gyerekekben a családi imádság így rögzül, akkor az már egy kicsit templomélmény. Nem beszélve az ikonokról, a mécsek meggyújtásáról. Tehát ezek annyira apró dolgoknak tűnnek, ami könnyen megvalósítható, ha ennek a fontosságát fölismerjük, és nagyon mélyre vezet. Nagyon mélyre vezet. Nem beszélve mondjuk a tömjénről például otthonai vagy a boltjainkban most már kapható ilyen kis pici, ugye nem tömjénező, nagy templomi tömjénező, hanem egy kis szelence, amiben a szénpogácsára tömjén szemeket lehet tenni. Tehát, hogyha az imádsághoz illat társul, és a gyermekben megmarad az élmény, az az illat élmény, amivel a templomba is találkozik. Hogyha én nem tudom, milyen istentelen életet él, de egyszer belép a templomba, és az illat találja meg, amit gyermekkorában imádság közben érezhető. Szóval, tehát
Ezeket nagyon szeretném elérni, hogy az otthonaimban, a családjaimban legyen ilyen. Ez már igazából régebb óta való törekvés, több-kevesebb sikerrel tudtuk elérni. Nem készítünk fölmérés, hogy hány családban jelent meg a házi oltár vagy az ikonsarok, de remélem, hogy azért nem maradéktalan, vagy nem eredménytelen, hanem is maradéktalan, de nem eredménytelen ez a munkánk. Tehát ilyen irányban próbáljuk az egyházunk erejét növelni. Nézzünk kérdés. Igen. Azt szeretném kérdezni Püspök atyától, hogy hogyan látja, hogy a keleti egyházban ez a hatalmas liturgikus gazdagság, ez a hatalmas kincs, ez hathat esetleg megtermékenyítőleg a római egyházra is, hogy ennek hatására, tehát ezt megtapasztalva, mi római katolikusok is egyre inkább fölfedezzük a saját hagyományunknak az értékét. Hát abban biztos vagyok, hogy már II. János Pál pápa azért fogalmazta meg ezeket az instrukciókat, ezeket a buzításokat, mert fontosnak tartotta, hogy megismerje az egész katolikus egyház ezt a hihetetlen nagy liturgikus, teológiai, lelkiségi gazdagságot, kincstárat. És nyilván nem csupán azért, hogy egyfajta kuriózumként, különlegesen kanári madárként ott lehessen ezzel is díszelegni. Egymásra egészen biztosan hatunk, hatással vagyunk. Hogy közvetlen módon tud-e hatni, ezt nem tudom. Én egy kicsit félve, most nem túl népszerű dolgot fogok mondani, kicsit félve látom, szemlélem az ikonok divatját nyugaton. Mert az látható, hogy felfedezték már az ikonok világát, és nyugaton is talán nincs is templom majdnem, ahol egy-két ikon nem helyeznének el. És ez nagyon jó önmagában, hogy felismertük ennek a üzenetét, ennek a mélységét, különlegességét. Csak ugyanakkor félek attól, hogy csipegetünk, és ami könnyen elérhető, mondjuk a keleti ritusból, azt bevonjuk, betesszük, és akkor még nagyobb egyvelekkel keletkezik. Ettől egy kicsit tartok. Amit egyébként le is állított, vagy Benedek pápa, azt hiszem Benedek pápa, vannak olyan szerzetes közösségek, karizmatikus törekvések, akik próbáltak olyan liturgikus életet összeállítani, hogy átvettek a bizánciból is, a zsidóból is, a katolikusból is, és nem ezt teljesen leállított a katolikus egyház, ilyen egyveleget nem csinálunk, és nem szabad keverni a ritusokat, mert akkor minden hitelét veszíti. Így aztán közvetlenül nem gondolom, hogy olyan hatása legyen, hogy hú, ez milyen szép, na majd akkor ezt mi is csináljuk. Közvetett hatása bizonyosan van, de talán nem is erre van szükség. Én érzékelem azt a katolikus egyházon belül, hogy ezt az ébredést, hogy erre újra egyre nagyobb szükség van. Nem azért engedélyezte véleményem szerint Benedek pápa a régi ritusú szentmisének a végzését, mert hát ő egy ilyen alkat. Hanem mert ő neki fölismerte, hogy ez a feladata, mint egyházi vezetőnek, hogy ennek teret adjon. Tudva azt bizonyára látva, hogy ez újabb nehézségeket fog majd szülni, mint annak idején a liturgikus reform is, mert hát erre újabb igény van. És most a fiatal nagyon érdekes helyzet, hogy ma én azt tapasztalom, a 20-30-es éveiben járó fiatalok fogékonyabbak ezekre a liturgikus dolgokra, mint mondjuk egy nemzedékkel korábbi 40-50-60 éves embertársaik. Ez egy érdekes jelenség, nem? Tehát ez azt jelenti, hogy minthogyha az egyházon belül, a katolikus egyházon belül is elindulna ez a változás,
Úgyhogy én ebben mindenképp hiszek, hogy ez fejlődő irány, és önmagára fog találni ezen a téren is a katolikus egyház, mint ahogy a katolikus egyház mindig képes a megújulásra, mindig voltak félrecsúszások, zsákutcák is akár, hangsúlyeltolódások, de a mindig megújulni kész katolikus egyház ezen a téren is szerintem önmagára fog találni. Ebben mi, görög katolikusok, olyan módon tudunk részt venni, hogy mi a sajátunkat kell, hogy minél jobban megtaláljuk, megéljük. Például, ez megint nem annyira népszerű mondani, a latinizmusoktól megtisztítsuk. Tehát mi ránk is nagy hatással volt a latin egyháznak nagyon-nagyon sok kincse, értéke, és úgy gondoltuk, hogy attól leszünk mi katolikusok, hogyha ezeket a latin elemeket beemeljük, és mi is használjuk. Egy kifejezett instrukció van arra, még ezt is II. János pápa fogalmazta meg, hogy tisztítsuk meg a mi rítusunkat ezektől a felvett latinizáló elemektől, mert így fogalmaz, hogy párhuzamos lelkiség alakul ki. Tehát egyfajta ritus hordozza maga lelkiségét, ami nagyon helyén való és nagyon jó, és a sajátot kell megélni, megtalálni minél mélyebben. Így aztán mondom, mi görögkatolikusok azzal tudunk hozzájárulni, hogy megpróbáljuk ezt a lehető legtisztábban, nem vegy tisztán, és nem történelmietlenül, hanem a mai világba belehelyezve ezeket az értékeket hitelesen megélni. Talán egy reflexiót én is hadd tegyek ezzel kapcsolatban, hogy amit magamon figyeltem meg, amikor feladatom is volt, hogy foglalkozok más vallásokkal, és bele-bele mélyedtem erőteljesebben valamelyikbe, az ott lévő kincsek ráirányították a figyelmet, vagy érzékenyítettek engem a saját hagyományban lévő hasonló kincsekre, és méghozzá sokkal gazdagabbnak fedeztem föl, mint amit másutt megláttam. Na most azt gondolom, hogy hasonlóképpen nem kell olyan nagyon sokat visszamenni a római katolikus egyháznak a hagyományában ahhoz, hogy a nagy gazdagságot, a sokkal nagyobb gazdagságot, mint ami ma van, fölfedezze az ember, mert ez egy újabb jelenség, hogy minden elracionalizálódik, kiüresedik, leegyszerűsödik, minden célszerű, pragmatikus és a többi válik, és ez pedig nem az ember, tehát nem az embernek többre van szüksége. Egy másik témát szeretnék behozni, és ez pont ennek a folytatása is, hogy én a mentalitásbeli különbözőségre szeretném egy kicsit a figyelmet irányítani, hogy a nyugati ember nagyon racionálisan deszakralizál mindent. Jól lehet ez a világ Isten világa, és a szakrális jelen van. És a keleti érzékenység pedig képes felfedezni, illetve megjeleníteni a szakralitást. És éppen az ikonokkal kapcsolatosan, ahogy szóltál is, meg az imádságot végeztük, hogy valami, ez nem egyszerűen kép, hanem hogy annál több. Na most, hogy ennek a többnek a meglátása, hogy ennek a többnek bennem helye legyen, hogy ez a tesz halálból fölébredjen. Tehát az ember szakrális érzékenységének, azt gondolom, ez egy nagyon erős misszió a görög katolikusságban, illetve az egész ortodoxiában is. Szóval, hogy talán ennek a mindennapi életbe bevitele jobban ennek a szakrális szemléletmódnak, ez sokat segíthet problémáinkon. Egyre többet beszélnek a posztszekuláris világról. Tehát, hogy azért belefáradtunk már ebbe. Hogy mindent deszakralizáljunk, és minden csak pragmatikusan közelítsünk meg. Hát a keleti egyháznak ez a sajátossága, hogyha most szembeállás, vagy legalábbis hangsúly különbségeket jelölünk meg, hogy kevésbé racionálisan közelíti meg az Istent, a világot, önmagát. Szó sincs arról, hogy észt félre kell tenni, és akkor
valami érzésvilágba kell csupán elmerülni. Egyik fiatal mesélte, hogy a krisnások nagyon felkeltették az érdeklődését, és ő elment egy ilyen szeánszra, ahol krisnásokat énekeltek, természetesen finomságokat osztottak, és ott is volt illat, mindenféle. És akkor kérdezte, hogy jó, de mi a tanítás lényege? Tehát, hogy mi az? Mindegy, csak érezd. Szóval semmiképpen sem ilyen világ, ilyen egyházat, ilyen hitélményt akar a keleti egyház elénk tárni, hanem más módon közelíti meg az Istent. Éppen azzal, hogy nem megfogalmazza, hanem például próbál csak megénekelni, vagy körbejárni, vagy éppen eltakarni. A templomainkban ikonosztáz takarja el a oltárt és a papot. Ezzel megnyitja azt a világot, hogy az Isten, megnyitja azt az igazságot, hogy az Isten önmagában megismerhetetlen, elérhetetlen. Mert ha nem így közelítek az Isten felé, ha úgy gondolom, hogy az értelmemmel minden részletét a hitnek ki tudom fejezni, meg tudom fogalmazni, le tudom kerekíteni, akkor nem az elérhetetlen Istenről beszélek, hanem arról a kivetítésről, amelyet az én racionális felfogásom föl tud építeni. Nyilván a misztérium, ugye Aquinas Szent Tamásnál is ott van, és a nyugati világban is, a nyugati teológiában is, de ez jóval hangsúlyosabb a keleti egyházban, a misztérium. Amely érdekes módon ugye úgy fordítjuk a misztériumot, hogy titok. Csak hát amikor titokról beszélünk, akkor az úgy érzékeljük, hogy arról nem szabad beszélni, mert az titok. A misztérium nem így titok, hogy nem szabad róla beszélni, hanem egy más módon tárja elő azt, ami egyébként elérhetetlen. Nagyon szemléletes példa ez az ikonosztázion. Tehát az úgy se látszik, hogy mi történik az oltáron. Tehát kandil szemek hiába lesik. Nem szeretem, és nem is engedem, amikor Szent Liturgia közvetítésén a kamera nézze rá, közvetítsen az oltárra. Nem is engedem a szentélybe az operatőrt. Mert mit csinál? Nem látja sem a kamera szeme, sem senki ember szeme, hogy mi történik ott. Sokkal többet megmutat az egyház azzal, hogy ez elrejti. És amikor ezek a titkok történnek, akkor behúzza a függönyt is. Becsukja az ajtót, behúzza a függönyt, hogy érzékeljük, hogy itt valami rendkívüli dolog van. És ez hat ránk, és ugyanakkor van egy pillanat a liturgiában, amikor kihúzzuk a függönyt, és kinyílik az ajtó. És ez az ajtónyitás, ez sokkal mélyebben nyit meg bennünket az Isten titkainak a befogadására. És így jelenik meg aztán a pap az aranykehellyel a kezében, benne az eukarisztiával, a szentséggel, és azt mondja, hogy közeledjetek. Tehát ez a fajta közlési mód, amely a misztériumot, mint eszközt használja, úgy gondolom, többet tud nyújtani a ma emberének is, amely már belefáradt a pragmatizmus szemléletébe. Nézzük, kérdés, van-e kérdés? És mindjárt 7 óra, akkor ez egy utolsó kérdés lesz. 2 is van. Utolsó 2 kérdés, igen. Az lenne a kérdésem, hogy a görög katolikus liturgia misekönyve miért használ egy annyira archaikus vagy régies magyar nyelvet, ami megszólal? És hogy ezt nem kell esetleg ezen változtatni? Mondd-e az Úr az én Uramnak, stb. Igen. Hát elevenbe vág ez a kérdés, mert egyrésztről nagyon-nagyon szép archaikus magyar nyelvet használunk a liturgiában, és ez nagy érték, és pont erről beszéltem, hogy még hogyha nem is érthető minden részletében azon nyomban egy mondat, de mégis azt hordozó üzenet lehet, hogy mélyebbre hat. Ennek ellenére nem ragadhatunk bele
a régies dolgokba, tehát nem akarom múzeummá lenni. És ez egy nagyon nehéz kérdés, és dolgozunk rajta. Készül az evangélium fordítás, amely nem ezt a korábbi Káli-féle fordítást használja. A Zsoltár fordítás elkészült már, készülőfélben van a kiadása is a Zsoltár könyvünknek. Dolgozunk a liturgikus szövegeknek is a megújításán, de nagyon-nagyon nehéz ez. Tehát nem mondhatom, hogy ezt úgy hagyjuk és érintetlenül, mert az is végül is gyakorlatilag a századfordulónak a nyelve, ahogyan mi most Magyarországon használjuk, és ráadásul a fordítások sem mindig pontosak, tehát mindenképpen gondozni kell ezeket, és nagy szakértelem, vagy nagy, nem is tudom, nagy érzékenység kell ahhoz, hogy ezt hogyan tegyük. Hát ezt tudom mondani, hogy változtatnunk kell, de nem akarjuk kidobni a fürdővízzel a gyereket. Hát remélem, hogy olyan liturgikus megújulást tudunk létrehozni, amely hitelesen képviseli a teljes keleti teológiai és lelkiségi hagyományt, ugyanakkor nem válik idegenné, érthetetlenné, megközelíthetetlenné a mai ember számára. Köszönöm szépen. Mivel Szabolcs atya lezárta az estét, és egy mondatban szeretném csak jelezni, hogy ismerve Fülöp püspöknek a orgánumát és gyönyörű énekhangját, kaphatunk egy végén egy belső személyes éneket, egy rövid olyan éneket, ami belülről jön, ami egyedi és magasztos, és ezt az estét gyönyörűen lezárhatnák. Köszönöm szépen. Hát, ahogy hallom önt, inkább önnek kellene énekelni. Nem tudom, talán inkább ettől tekintsünk el, mert nem, az most szerintem csak magamutogatás lenne. Szépen imádkoztunk, és amikor a szertartásokban énekelek, akkor a Jóisten megadja azt, hogy az az ének, az valóban imádság legyen, de kicsit attól tartok, hogy ez most nem lenne imádság, hogyha én most itt egy szépet énekelni, bocsánatot kérek, inkább ez hatosítsam vissza. Köszönjük szépen a jövetelt, hogy ennyi időt, illetve a közös imát és azt az estét megosztottad velünk. Reméljük, lesz erre még alkalom. Jövő héten ugyanebben az időben majd Atanász püspök érkezik, és hasonló lesz a forgatókönyv. A téma némileg eltér majd a második részében. Közben is a héten, és azután majd az úgynevezett jezsuita szigetet lezárja éppen Bán István atyának majd az építészettel kapcsolatos előadása is, a bizánci építészet elemei, illetve a magyar görög-katolikusság építészetére való reflexió, illetve annak a teológiai tartalma, üzenete és a többi. Úgyhogy örülök, hogy együtt voltunk, találkozzunk a következőkben is, minél sűrűbben, nagyon sok jó program van. Jó pihenést! Dicsőség Jézus Krisztusnak, jó éjszakát! Köszönöm szépen!